Tiszaörs legfontosabb rendezvényén járt a Karcag Televízió. A polgármester asszonyt kérdeztük. Hát én nagyon örülök, hogy ez a rendezvény már 10. alkalommal és sikeresen meg tudtuk szervezni, és megrendezésre került. Rengeteg gyönyörű jármű van, nagyon szép motorok. Szerintem nagyon jó előadásokat lehet hallgatni. Nagyon finomakat főztünk, maga az egész rendezvény így kerek egész és egy, és bízunk benne, hogy nem álltunk meg az első X-nél. A 10. alkalom is sok plusz produkciót tartogatott az előzőekhez képest. Megpróbáltunk mindig minden évben egy kicsit módosítani, egy kicsit többet nyújtani. Most ami nekem nagyon új, ezek a nagy traktorok, itt szokott lenni minden évben, de most azért lényegesen több van. Illetve vannak olyan járművek mindig minden évben, ami nekünk új. Hátul van egy HRCT bemutató, az is nagyon érdekes szokott lenni, és ami nagyon jó most, hogy egy ismerős arcokat köszönhetünk ma este Tiszaörsön, egy nagy koncerttel. Muliter Csabát a szervezőbizottság részéről arról kérdeztük, hogyan zajlott a szervezése ennek a rendezvénynek. Hát minden évben vannak újak, akik eddig nem voltak itt. Most is nagy számban több mint 200 jármű található meg itt a településen ezen a napon. Mindig van új, és mindig van érdekes, mindig van különleges, nagyon régi járművünk. Hát elég széles a felhozatal, ebben úgy megtalálhatja a kisgyerektől a 90-es éve, vagy 90 éves idősig a maga számítását mindenki. Talán azt látom, hogy mindig egy picivel, minden évben egy picivel többen vagyunk. Ugye a legelső rendezvényen körülbelül 300-on voltunk összesen, most már azért ezres számokba tudjuk mérni a látogatói közönséget, illetve a járművek számát is több százban, tehát most már azért kicsit alakult a dolog.